életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akiknek a munkájuk nem pusztán a foglalkozásuk, hanem a hivatásuk, vagy akár a szenvedélyük. Van olyan hobbiuk is, amire nem sajnálják az időt és az energiát, és nem csak saját magukkal törődnek, hanem másokkal is. És persze, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, akkor megpróbálják megtalálni a megoldást. És a mai életre valónk Salamon Balázs, aki hivatalvezető a civil életben, két gyerekes apuka, és nem mellesleg, ahogy majd a későbbiekben kiderül, hobbipék. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek, Balázs. Köszönöm szépen a meghívást. Vágjunk a közepébe. Mi az, amit most a legjobban szeretsz az életedben? Hát most, hogy kitavaszodott, és már hirtelen nyár lett. Én mindig ezeket az apró, megfogható dolgokat keresem, meg szeretem. Nyilván, ha a munkámra nézek, akkor a munkámban is van nagyon sok csodálatos, meg jó dolog, meg sok kihívás. Családba pláne, tehát talán fontossági sorrendbe tettem volna, akkor családot mondtam volna először, de inkább a családomat. Így egy szóval kellene mondani. Egy-két éve, vagy nem tudom pontosan, hogy mikor, egyszer csak betört az életedbe ez a hobbipék dolog, bár lehet, hogy ez nem egészen így történt. Szóval hogy is volt ez? Igen, hát ugye nekünk több mint 10 éve így belecsöppentünk, vagy belesodródtunk, egy nagyon jó irányt vett az életünk a gasztronómia irányába. A feleségem Rékával az ő álmát valósítottuk meg 10 pár évvel ezelőtt, hogy ő cukrász szeretett volna lenni, és cukrász is lett, és kitart a mai napig nehézségek, meg a szép dolgok mellett is, ez a szép hivatás, meg a jó hobbija mellett, és ezzel párhuzamosan engem mindig is érdekel gyerekkorom óta a főzés, a gasztronómia, és ezek szinte törvényszerű volt, hogy rám is ragadt ebből az élvezetből, nem az édes része, hanem a sósabb készítmények, illetve hát a pékáruk kapcsán. És akkor így gyakorlatilag úgy alakult az élet, hogy most már 4-5-6 éve szerintem szinte hetente rendszeresen sütök egyszer-kétszer péksüteményeket, kenyereket, kovászolok, és gyakorlatilag ez a vállalkozás, a feleségemnek az elhivatottság, ez gyakorlatilag beszőtte a családunkat is, és engem is természetesen. Hogy kell elképzelni azt, hogy hetente többször sütögetsz? Mikor? Munka előtt, munka után, pihenésképpen, vagy mi az, ami motivál? Sokan úgy gondolják, hogy ez nem összeegyeztethető egy hosszú munkanappal, vagy nem összeegyeztethető egy munkaidő kezdetével, végével. Szerintem pontosan összeegyeztethető. Nyilván, ha az ember előkészül előző este, akkor másnap, ha egy korai kakaós csigát akar még indulás előtt az asztalra tenni, az még bőven belefér egy kicsit korai kelése, de leginkább ezek péntek, szombatra tolódnak, hétvégére tolódnak, és akkor együtt örülünk a friss kenyérillatnak a lakásban. Hogy kezdesz hozzá a sütéshez? Ugye azt mondják, hogy a kovász az egy ilyen élő dolog, például erről neked mi a véleményed? Hát a műsor rövidsége miatt egy kovászról szerintem egy órát egy levegővel tudnék beszélni. Mert annyira különleges és természetes dolog. Két fajta technikát lehet így nagyon egyszerűen megkülönböztetni, az élesztővel sütést, meg a kovásszal sütést. A cél az mind a kettőben ugyanaz. A kovász az, hogy mondjam, vagy a kovászos kenyér a kenyereknek a Ferrari-ja, vagy fogalmazhatok így, hiszen egy jó kenyérhez nem kell semmi más, csak liszt, só és víz. Semmi több, bármilyen furcsán is hangzik, és nyilván a kovász is lisztből meg vízből készül, de ez egy sokkal hosszadalmasabb eljárás, és ezért is kényelmesebb egy ilyen sűrű munkahéten is ezt beegyeztetni, vagy beilleszteni az ember életébe, hiszen ott majdnem 24 órás kelesztési idők vannak, egy pár órás előkészület, másnap a megkelt kenyér megsütése, úgyhogy pont jó. Az ember átgondolja az életét, meg a lehetőségeit, akkor talán ez még jobban is beleilleszthető, mint mondjuk
egy egyszerűbb tészta elkészítése. Szoktál variálni, hogy mondjuk mit tudom én, különféle fűszerekkel ízesíteni a kenyeret, vagy mondjuk egy kakaós csigát, vagy valamilyen buktákat is esetleg valami új, tehát ilyen innovatív módon megcsinálni? Hát én úgy gondolom, hogy amik nagyon jók, és azt keresi az ember, azt már szinte mindig kitalálták az ember előtt. Inkább keresgélem azokat a bevált dolgokat, ahol meg azokat az ízpárosításokat, amik számunkra is ízletes, vagy a fogunkra való, illetve hát most ha édes vagy sós süteményekről beszélünk, ott is elég számos a tárháza ennek. Akár egy kakaós csigát, ha csak sütés után megbolondítunk egy kis vaníliás tejjel, nyakon öntjük és úgy hűl ki, akkor már egész más lesz az állaga is, meg az íze, és talán ettől lesz egy picit másabb, vagy különlegesebb, mint mondjuk egy hétköznapi péksütemény. A sós kenyerek, sós süteményeknél nagyon szeretem az olivát, az aszalcilvát, diót használni, de ezt is csak alkalmanként. Tehát. Majd visszatérünk még ide, mert azért egy picit kiléptél a nyilvánosság elé ezzel az egész dologgal, de menjünk vissza, ugye neked van egy civil foglalkozásod, egy hivatalt vezetsz, ami azért egy picit kötöttebb dolog, de nyilván ott is, ugye, ahogy a kenyereknél keresed az ügyfél elégedettségét, nyilván ott is. Mi jellemzi a te munkádat? Mit tartasz fontosnak abban a csapatban, ahol dolgozol? Hát jó régóta dolgozom. Középiskolás korom óta folyamatosan van munkaviszonyom, nem voltak kisebb-nagyobb kihagyások, talán egy katonaság volt, ami ilyen mondjuk így a munkától elvezérelt. Sok helyen sokfélet dolgoztam, a segédmunkástól a hivatalvezetésig, vagy a felsővezetői kategóriákig. Ezek szépen mindig mentek előre ezek az én kis történetem mondjuk a munka szempontjából. De talán mindig azokat a szituációkat szeretem, vagy keresem, ahol problémákat meg tudunk oldani, jól tudjuk megoldani a problémákat. Ha olyan helyzeteket oldok én meg a kollégáimmal, vagy a saját eszközeimmel, ami mondjuk egy közjót, vagy akár mondtad az ügyfél elégedettséget, hogy több vagy egy embernek is megoldást keres, vagy megoldást találunk a gondjaira, bajaira, vagy akár a hétköznapi intéznivalóira. Talán ezek az ilyen kis apró szépségek a munkámban, és hiszek abba, hogy jelenlegi munkám is, mat is úgy próbálom végezni, hiszek abba, hogy lehet jó hivatalt is csinálni, csúnya szóval, vagy jó közigazgatást is csinálni. Nagyon, nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azokat az emberi kontaktokat, kapcsolatokat, amiről ez igazán szól. Tehát nyilván szólnak a szabályokról, az utasításokról, a jogszabályi hátterekről, a rendeletekről, de ettől függetlenül az asztal vagy a pult másik oldalán mindig egy ügyfél ül, aki éppen vagy problémával küzd, vagy éppen ügyes-bajos dolgát intézi, és ha mosolyogva, vagy nem is mosolyogva, de biztos, hogy elégedetten áll föl a mi berkeinkből, akkor szerintem teljes mértékben elégedettek lehetünk. Úgyhogy ezt szeretem a mostani munkámban is, illetve hát a kollégák azok nagyon fontosak, meg a hozzám közel álló szereplők ebbe az életem ebbe a részébe is. Szoktam mondani, hogy nem én vagyok a hivatal, hanem a kollégáim, tehát én ezt nem vitatom el, és ha ők jól végzik a munkájukat, akkor ez mindenhol meglátszik. Nyilván az én fölfelé való kapcsolataimon is, illetve hát az ügyfelekkel való kapcsolatok is. Ugye beszéltünk arról, hogy problémákat oldotok meg, és mi van akkor, amikor neked van problémád? Tehát amikor neked van valami nehézség az életedben, és tudom, hogy nehéz ezt így egy kupacba venni, de hogy hogyan szoktad megoldani a problémáidat? Mi az, amit először érzel, és akkor utána végül hogy jutsz a megoldáshoz? Ez egy nagyon tág kérdéskör szerintem. Az embernek sokféle problémája lehet attól, akár az időbeosztásával, akár egy munkahelyi, vagy egy személyes konfliktus helyzettel. Én úgy gondolom, hogy mindig meg kell vizsgálni a lehetőségeinket, meg kell vizsgálni azokat a helyzeteket, vagy azt a helyzetet, amit éppen elénk sodort az élet, és abból kell legjobbat kihozni. Szerintem mindig meg lehet ezt találni, és
törekedni kell rá, és ha ezt az ember nem felejti el soha, és nem megijed egy feladattól, vagy megijed egy problémától, hanem tényleg megvizsgálja, és megkeresi a kiutakat belőle a lehető legjobban, akkor szerintem jól végzi a dolgát, vagy jól kezeli azt a helyzetet. Ez az élet minden területére igaz. Kicsit közhelyes talán, amit most mondtam, de tényleg így van, és én ebben nagyon hiszek. Úgy látom, hogy azért te viszonylag higgadtan kezeled a nehézségeket, legalábbis most így, ahogy elmondtad. Hogy mondjam, most ha idegeskedésre pazarolja az ember az energiáit, akkor pont abból veszel, ami mondjuk előre vitte volna a dolgokat. Nyilván engem is érnek meglepetések, nyilván nekem is sok nehézségem adódik, de ha az ijegység, tehát másfelé tereli az embert vagy a gondolatait, a megoldásról eltereli, akkor nehezebb dolga van. Úgyhogy igyekszem egyébként, a kollégák is, barátok is mondják, hogy azért egy nyugodtabb vérmérsékletű vezető is vagyok, a civil életben is úgy gondolom, és remélem ezt is hiszik rólam, hogy egy ilyen kimért és jó társaság vagyok, úgymond. Ugye én egy közösségi oldalon láttam a te végsütemény fotóidat, és egyszerűen a kenyérot ma leugrott volna, hogy azt mondtam volna, hogy ide vele, és most azonnal meg tudnám kóstolni, mert úgy látványra is olyan volt, hogy látszott, hogy olyan ropogós lehet a héja. Hogy jött ez, hogy egyáltalán kiállj idézőjelben egy picit a nyilvánosság elé? Tehát, hogy miért kezdted el feltenni ezeket a fotókat? Hát egy, hogy nagyon szeretném ezt megmutatni másoknak, és ez egy sok mindenben az én ilyen alapvető személyiségemből fakadt talán, hogy szeretem megosztani a jó dolgokat a közvetlen környezetemben, pláne, de ha azt vettük észre Rékával, párommal, hogy legalább olyan nagy az érdeklődés a süteményekre is, mint a péksüteményekre is, az édes só süteményekre is, de tehát az a műhely, amit mi működtetünk, az leginkább a cukrászati vonalra specializálódik, viszont ez mellé párosult, és talán nem az én magamutogatásom ez, hanem tényleg az arról szól, hogy van egy ilyen párja a Jokka desszert műhelynek, ahol péksüteményeket is lehet látni, meg alkalmanként kóstolni is, úgyhogy ez a kettő egészíti ki egymást. Talán a visszajelzések azt mutatják, hogy örülnek neki az emberek, hogy láthatják, meg néha kóstolhatják is ezeket, úgyhogy nem lőttünk ezzel mellé szerintem. Általában mik a visszajelzések, amikor felkerül egy fotó, mert recept az nincsen, ugye? Hát ez egy más kérdés, mert nagyon sok receptet talál az ember az interneten, a szakácskönyvekben, speciálisan főleg külföldi irodalomban, a kenyerek vonatkozásokban, a kovászos témában, de én direkt nem szeretnék receptekkel foglalkozni, megosztani. Talán ezt meg lehet másképp találni, ez inkább egy ilyen élmény megosztás és kedves csinálás, ami az én célom ezzel, és semmi több. És ugye a feleséged Réka azt, hogy említetted, ugye, hogy hát már 10 éve, vagy legalább 10 éve csináltok ezt a közös üzletet, aminek az egyik ilyen vadhajtása, de természetesen jó értelemben vadhajtása lett a hobbi pék, amit te csinálsz. És hát ezek a workshopok, ezek nagyon nagy sikerrel mennek. Tehát ő tényleg egy ilyen, hát nem is tudom, Réka, ilyen cukrász királynő, vagy nem is tudom, minek nevezzem. És hát én magam is voltam már ott különböző képzéseken, és tényleg nagyon professzionális. És hogy keveredtél te bele abba a bizniszbe, hogy te is tartasz ilyen workshopokat? Hát ez nem biznisz a számomra, leginkább csak, mert ugye én nem ezzel foglalkozom, hanem tényleg olyan igény jelentkezik mostanában az egészséges életmód iránt, a sokféle diétát folytatnak az emberek, sokféle érzékenységgel küzdenek az emberek. Most jelen esetben a gluténérzékenység az nem mondható el, mert ugye a kenyereknél ez
az alapvető összetevő, vagy hát a lisztnek egy része, hanem tényleg abból fakad, hogy sok megkeresés jön, nagy az érdeklődés, és gyakorlatilag néha kiegészítem azt a tevékenységet, amit a Réka folytat, egy ilyen kicsit kiszínezzük a cukrász vonalat egy kis pék vonallal. És ez lehet, hogy furcsa kérdés, hiszen a hobbidról beszélgetünk és a szabadidős tevékenységedről, de azért, ha még van egy kis szabadidőtök, akkor mivel töltitek szívesen? Hát én úgy gondolom, hogy a gyerekek nem lehetnek kárvalottjai egy budapesti cukrász túrának, vagy tehát elviccelve a dolgot, de nagyon szeretünk ebbe a világba mozogni. Érdekel engem is, a feleségemet meg természetesen még jobban ez a vonal. Tehát ha itt főleg belföldön, úgy gondolom, hogy rendszeresen mozgunk Budapest felé, és ahol nyílnak új idézőjelben látványosságok gasztrómia terén, azokat mi szeretjük meglátogatni. Nyilván nyaralások azok nem erről szólnak, inkább ezek a hétvégi egynapos, egy-két napos kiruccanások, azok többnyire mindig úgy alakulnak, hogy ha még nem is úgy tervezzük, de sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a harmadik újonnan nyílt helyet látogatjuk meg, cukrászdát vagy valamiféle új gasztrómiával foglalkozó helyet. Hát sokféleképpen el lehet tölteni az embernek az idejét. Most nekem a munkám azért elég sok kihívást, meg energiát kíván, és nyilván nekem szükségem van a kikapcsolódásra, a pihenésre. Gyakran horgászom, a vadászat is bejött az életembe. Ezeket nagyon szeretem, szeretek a városból kimenni, természetbe, illetve hát a kenyérsütést azt meg már az előbb igencsak kiveséztük, de hát az is egy olyan fajta tevékenység, amivel magamnak is nagyon nagy örömet szerzek, és nagyon jó fejlődési lehetőség van benne, vannak benne kihívások, vannak benne, ez egy színes dolog, ami engem szórakoztat, és hát a közvetlen környezetem pedig nagy élvezője is ennek, úgyhogy ez még egy plusz öröm ebbe a kis világomban. Ugye a feleséged is, meg jó magad is, rengeteget süttök, és hát a gondolataitoknak egy jó részét lefoglalja ez, meg ugye a szakácskönyvek, meg a sütőskönyvek, meg az egyebek. A gyerekeket sikerült már valamennyire megfertőzni ezzel? Mind a kettőjüket szerintem érdekli a sütés is, meg a főzés is. Lányom pont abban a korban van, amikor ez talán kevésbé érdekli, de ő is ügyes, sem forog a konyhába, és ami tényleg adott pillanatban érdekli, az abban elég szépen bele tud mártózni. A fiam pedig az meg kimondottan keresi és élvezi azokat a lehetőségeket, amikor apával süthet, vagy anyával süthet, úgyhogy ragad rájuk bőven, megvan is szerintem hozzájuk érzéke. Talán a feleségemtől örökölték. Lehet-e ilyet mondani, mert sokan óckodnak, hogy példakép, vagy olyan valaki, aki az ember életében egy ilyen iránymutató. Van neked az életedben ilyen ember? Ilyen kifejezetten példaképet én nem állítottam soha magam elé, hanem nagyon szerencsés vagyok, hogy körülvettek mindig olyan emberek, akik példát mutattak, akár akaratlanul is, vagy nem tudatosan. Itt nyilván a családomból nagyanyám, nagyapám, édesanyámat elsőként tudnám felsorolni, de hát nagy példaképem a feleségem is egyébként, főleg úgy, hogy ezt a vállalkozást most például olyan tudatosan és olyan céltudatosan odafigyelve kezeli és irányítja, hogy olyan jól adminisztrálva, amire talán én sosem lennék képes. Úgyhogy tehát visszatérve az eredeti kérdésre, nem tudok személyeket, vagy egy személyt ebbe megjelenteni. Én odafigyelek a nálamnál bölcsebb, okosabb emberekre mindig, és meg is ragadnak valahogy bennem nem is a mondatai, hanem is a tettei, hanem maguk az egyéniségük, vagy az emberi mi voltuk, és ezek talán így
így hozzátesznek az én életemhez, vagy a fejlődésemhez. Elképesztő, hogy már mindjárt végén beszélgetésünknek, úgyhogy nagyon gyorsan annyit mondja nekem, hogy hova tartasz. Család, munka, hobbi? Hát én most az úgy tennéd fel a kérdés, hogy 3 év múlva, vagy pár év múlva hogyan szeretném látni magam, akkor talán hirtelen azt mondanám, hogy ne nagyon változon semmi, mert olyan jól érezzük magunkat most már hosszú ideje a saját kis bőrünkben, meg a saját kis világunkban. Nyilván hova tart az ember, mindig változik az ember élete, meg az embernek a környezete. A családot hoznám előre ebbe a kérdésbe, én azt mondanám, hogy ugyanilyen családot szeretnék 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva még élek, mint amiben most van részem. Munkában meg talán azokat olyan munkahelyen szeretnék dolgozni, ahol szükség van az én tapasztalatomra, tudásomra. Most is ilyen helyen dolgozok, én úgy gondolom, vagy remélem, hogy mások is úgy gondolják, és hozzátehetek akár ahhoz a szervezethez, vagy ahhoz a munkahelyhez az én magam kis világából sok mindent. Úgyhogy talán ezek az irányok, és sok kenyeret szeretnék még sütni. Akkor én azt kívánom, hogy váljanak valóra az álmaid, és legyen úgy, ennél sose legyen rosszabb. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönöm, hogy önök is részesei voltak a beszélgetésünknek. Jöjjenek el legközelebb is, viszontlátásra.